A Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ a Forradalom és Szabadságharc 175., valamint Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szervezte a tanácskozást. Ez egy tudományos történelem konferencia. Nagyon széles körű, színes előadásokat várhatnak a résztvevők. 12 előadónk lesz, vannak vajdasági, illetve magyarországi előadók is. A HM Hadtörténeti Intézet és múzeum kutatói érkeznek ma hozzánk. Kávai Szabolcs az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzetközi megítéléséről tartott előadást. Egyrészt nagyon fontos külön választani, hogy a közvélemény, mondjuk Itáliában, a német államokban hogyan viseltetett a szabadságharccal kapcsolatban, illetve a vezető politikusok az adott országban, Nagy-Britannia, Franciaország és így tovább. Az 1849. július 14-én vívott kishegyesi ütközet császári hadi jelentéseit felhasználva készített beszámolót Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. A magyar szabadsághoz történetében ez egy forrásadottság, hogy a magyar oldalról általában jóval kevesebb hadi jelentés maradt fenn, mint az osztrák oldalról. A császáriak viszont elég rendesen dokumentálták magukat, és hát ezekből számos nagyon érdekes momentumra derülhet fény az ütközet történetét illetően. A kétnapos történész konferenciát a Mozdulj Petőfi Vajdasági rendezvénysorozat részeként szervezték meg Szabadkán.